Sziasztok! Csüri Stefán vagyok, és ebben a videóban mutatni fogok nektek egy teljesen ingyenes videóvágó programot. Ahogyan az intróban is láthattátok, ez a program nem más, mint a DaVinci Resolve. Ezt a programot úgy tudjuk letölteni, hogy egyszerűen a Google-be beírjuk azt, hogy DaVinci Resolve. És az első találatra kattintunk. Itt legörgetve meg is tudjuk nézni, hogy miket is tud ez a program. Két fajta verzióból választhatunk. Az egyik a DaVinci Resolve 16, ez teljesen ingyenes, ezt le tudjuk tölteni. Illetve a másik a DaVinci Resolve Studio 16, ez 300 dollárba kerül. Annyi a különbség a kettő között, hogy ebben már több minden benne van, de igazából kezdő videósoknak, akik csak egyszerűen pár effektet akarnak a videóba rakni, illetve nem annyira bonyolult dolgokat akarnak a videókkal csinálni, teljesen megfelelő ez a DaVinci Resolve 16. Ezt úgy tudjuk letölteni, hogy ide rákattintunk, és utána kiválasztjuk azt a rendszert, ami nekünk van, az én esetemben a Windows-t. Ezután meg kell adjuk a személyes adatainkat. Miután ezt kitöltöttük, itt a regisztrációs letöltésre kattintunk, és automatikusan el is indul letöltés, de ha mégsem indulna el, akkor ide kattintva biztosan el fog indulni. Miután ezt a tömörített fájlt letöltötte, utána egyszerűen kicsomagoljuk, utána pedig rákattintunk és elindítjuk a telepítést. Miután ezt a programot felraktuk, én már egyébként ezt megtettem, ezért nem teszem meg még egyszer, az asztalra ki is rakta a program parancsikonját, amire ha kétszer rákattintunk, akkor el is indul a DaVinci Resolve. Én most a DaVinci Resolve Studio 16-ot nyitottam meg, nekem az van felrakva, de egyébként az alapok a szinte ugyanazok lesznek. Miután megnyílt a program, láthatjuk, hogy ez a felület. Itt tudunk választani, új projektet tudunk létrehozni, illetve új mappát, mappákba is tudjuk rendezni a projektjeinket. Én most létrehozok egy új projektet, ezen az néven, hogy próba. Ezután rákattintok a létrehozásra. Miután megnyílt a program, itt alól a szerkesztés menübe tudunk dolgozni. Általában ezt szoktuk többnyire használni, de vannak itt egyébként a color menüpontban, itt fényelni tudjuk a videókat, és különböző effekteket tudunk rátenni, itt a hangot tudjuk átdolgozni, de most menjünk vissza egyenlőre a szerkesztés részre, és töltsünk be egy videót. Itt a jobb egérgombbal, ha rákattintunk, akkor az import médiára kattintunk, amit egyébként a Ctrl-I lenyomásával gyorsabban is el tudunk érni. Ezután én ezt a rövidke kis videót fogom betölteni. Miután letöltötte, egyszerűen behúzzuk ide, és láthatjuk, hogy létrejött egy videósáv, illetve egy audiósáv. Ha ezt az eszközt itt kikapcsoljuk, akkor külön tudunk dolgozni a hangsával, illetve a videósával, és egymástól el tudjuk ezt tolni. Ez a mutatóeszköz, ha be van kapcsolva, ezzel fogva tudjuk maga a videórészt irányítani, mozgatni, illetve ez az eszköz, amivel vágni tudunk. Egyébként a B gomb lenyomásával gyorsabban el tudjuk érni, ezeket érdemes megjegyezni, mert később sokkal gyorsabban tudjuk a videónkat vágni. Ezt a részt én most itt megvágtam, és itt vannak eszközök, például a videó blur rész. Ha ezt ide behúzzuk, egyébként erre rá is tudunk nagyítani, és akkor könnyebb dolgoznunk, akkor láthatjuk, hogy ezt a részt, ahol én megvágtam a videót, össze tudjuk fűzni egy ilyen eszközzel. Illetve ide az audio részre is tudunk rakni különböző effekteket, de ezt majd a későbbiekben át fogjuk nézni. Láthatjuk, hogy van itt egy olyan rész, hogy feliratot is be tudunk rakni. Különböző feliratokat különböző effektekkel tudunk párosítani. Itt például ez az egyszerű feliratot, ha ide behúzom, és ide kattintok, akkor meg is jelent itt a felirat, aminek a méretét tudjuk állítani,
illetve tudunk a feliratunkra tenni hátteret, vagy kiemelni tudjuk a feliratunkat, különböző dolgokat tudunk ezzel megtenni. Rengeteg mindent tudunk egyébként ebben a programban állítani. Én egy nagyon jó videóvágó szerkesztő programnak tartom. Nekem egyébként egy elég gyenge gépen van, egy laptopról használom ezt a programot, és ahhoz képest, hogy nem túl erős a hardverem, egész szépen megy a program. Miután megvágtuk a videónkat és szeretnénk elmenteni, ide kattintva megtehetjük, utána pedig itt láthatjuk, hogy milyen formátumba tudjuk ezt elmenteni. Én ezt szoktam használni YouTube-ra 1080p, illetve itt a formátumnál kiválasztom az MP4-et. Ha ez megvan, akkor ide kattintva megadjuk a programnak, hogy hova mentse az aktuális videót. Ezután ide rákattintunk, hogy a program rendereljen, és egy kis idő után, ha befejezte a program, akkor az asztalon megtaláljuk a videónkat. Remélem tetszett nektek ez a kis videó, és ha hasznosnak találtátok, akkor írjátok meg a komment mezőbe, ha szeretnétek esetleg további tutoriál vagy hasznos hasonló DaVinci videókat látni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!